Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom a Blockchain tudásforrás, én Pinki Attila vagyok, és a mai videóban arról fog beszélni, hogy egy felmérés szerint 97%-a a vállalati vezetőknek az Egyesült Államokban abban hisz, hogy már pedig recesszió van, vagy recesszió lesz rövid időn belül, tehát abszolút a nagy százalékuk ebbe az irányba tekinget. Aztán a második hír arról szól, hogy az Arken készítette egy felmérést, mármint kicsit a jövő előre tekintenek, és azt nézték meg, hogy ha mondjuk 2040-re a bitcoin elérné a 2 millió dollárt, igen, csak durva szám, akkor is kevesebb lenne a bitcoin energia felhasználása globális szinten, mint fél százalék, tehát annál nagyobb bűven alatta lenne még mindig. A harmadik hír pedig arról szól, hogy Sky Capital CEO-ja, azt mondta, hogy addig szerinte nem lesz a bitcoin jó inflációval szemben, amíg nem lesz legalább egy milliárd bitcoin tárca. Nos, ezekről lesz szó a mai videóban, és persze hozom majd a kérdezfelnek rovatot a videó második felében. És ne felejtsétek, hogyha érdekel benneteket a kriptók világa, akkor ne csak erre a csatornára iratkozzatok fel, hanem nézzetek körül ezen a linken, ami itt van rögtön a videó alatt, ugyanis itt egy helyre összegyűjtöttem a legfontosabb kriptós linkeket, mindegy, hogy ez kriptovaluta váltó, éppenséggel a jobbak, vagy éppenséggel egy hardware wallet, mint a Ledger, vagy éppen magyar nyelvű videó kurzusok a kripton belül különböző témában, a könyv, aminek a szignáját láttátok itt megtalálta a Patreon csoport, ahol ugye tudtok tőlem folyamatosan kérdezni, és számos más dolog, több mint 150 videó és heti több videóval bővül a tartalom. Tehát aki szeretné magát a kriptóban képezni, rengeteg dolgot összeszedtem ide, ahol vannak itt ingyenes dolgok, és vannak akkor pénzias dolgok is természetesen. A lényeg az, hogy meglegyen a lehetőségetek annak, aki szeretné és akkor nézzük meg, hogy hogyan is néz ki jelenleg a piac. Tehát a bitcoin kevesebb, mint 1%-ot ment fel az elmúlt 24 órában, ezzel most 21.441 dolláron van, míg az Ethereum majdnem 3%-ot emelkedett, 1617 dolláron most. Ha megnézzük a nyerteseket, akkor Chili vezet 15%-kal, IOS 14, és mögötte Lido Dao 12%-kal, a veszteseknél pedig élen Celsius 11%-kal, Trust Wallet Token közel 3%-ot esett, a többi pedig egészen elenyésző, tehát ma egy aránylag jó napot könyvelhetünk el, nem kiemelkedő, de, de nem feltétlen rossz. Hogyha megnézitek itt a Bitcoinnak a gyártja akkor látható, hogy miután ugye visszaestünk ide ezekre a 21 ezer körüli szintekre, néha picit 21 ezer alatt, néha picit 21 ezer felett, ugye többször volt ez ellenállás vagy támaszpont az utóbbi időben, akkor most is éppen itt vagyunk, és nyilván ez az oldalazás előbb-utóbb egy kitörést fog eredményezni valamelyik irányba, és hát nyilván, a, mint a tőzsde, mint a kriptó minden arról szól, hogy jövőt nem tudunk. Tehát aki azt mondja, hogy most pedig akkor tuti, akkor arra lesz, ilyen nincsen, mert nem tudod, hogy most ilyen váratlan fordulatot hoz. Mindig úgy ö, kell azért kell, hogy rendelkezés stratégiával, azért csináltam meg a stratégiai kurzus, és ne az embereknek, hogy jó stratégia középen, de most akkor mit értesz ez alatt? Hanem azért van részletesen elmagyarázva, rengeteg leckében kialakítva, hogy mindenki meg tud, ki tudja ezt alakítani magának. Mert aki nem tudja, annak szereznie kell egy olyan stratégiát, ami mentén tud hosszú távon sikeresnek lenni. Tehát annélkül nem fog menni. Ez nem az, van, hogy most valaki megmondja, hogy, hogy most menjél föl, vagy le, vagy nem tudom én, de honnan tudja? Szóval a lényegében az van, hogy a nyilván, hogyha várjuk a különböző nagyobb kamatemelési számokat folyamatosan ugye akár 75 bázisban, szeptemberben, amiről beszélnek. Ez mind mind abba az irányba vieti a kockázatosabb, ugye, befektetéseknek az árát, hogy ugye tud esni, így tud esni természetesen majd a tűzde is, de nézzétek meg, hogy a dollár is milyen szinten erősödik. Tehát az euróval szemben, hogyha megnézzétek ezt, akkor láthatjátok, hogy az elmúlt. Két évben, két és fél évben folyamatosan, hát nagyon durván, nagyon durván jön fel a dollár, és mai napon már konkrétan a dollár többet ér, mint az euró. Ilyen már egyszer volt, és most akkor ismételten ez, ez, ez megtörtént, hogy, hogy átváltódott, és hát ilyenkor, amikor a dollár emelkedik, akkor sokan ugye átmennek dollárba készínzve. Ez nem szokott jót tenni annyira a kriptópiacnak, de ennek ellenére természetesen nem tudjuk tutira a jövőt. Jelen pillanatban egy oldalazás van, és akkor egy oldalazás, ez nyilván egy idő után el szokott kopni, ez nem tart a végtelenségig, és akkor meglátjuk, hogy puff, fejerünk le a következő 19 ezer nem tudom én, 600 as szint környékére, vagy pedig, vagy pedig akkor ismételten újabb próbálkozásba fog bele a bitcoin, Na majd ezt majd meglátjuk. És így akkor a, nyilván a kriptópiac is megy természetesen vele. De az első dolog, amiről beszélni szerettem volna, az nem más, mint hogy csináltak egy felmérést az Egyesült Államokban, és megkérdezték a vállalati vezetőket, hogy mi a véleményük, hogy már recesszió vagy recesszió várható, vagy el fogjuk kerülni, és nagyon durva, hogy 97%-a komoly vállalatoknak a vezetői úgy vélekednek, hogy vagy már recesszióban vagyunk, vagy rövid időn belül ott lesz az Egyesült Államok. Ez azért fontos, mert azért mégiscsak ez van a közhangulatban benne, hogy, hogy recesszió irányában megyünk, és hogyha ezt egy igen, ugye, nagy része az amerikai vállalatok vezetői is megerősítik, azoknak egy nagy századéka, akkor ugye az ember próbál egyre jobban ebbe az irányba gondolkodni. És ugye itt van ezt a felmérést a Stifel Financial készítette, 70 ilyen vállalati vezetőt, üzlet bizniszt, ugye, tulajdonost, befektetőt kérdeztek meg, július 18-a és augusztus 5-e között, és ezeknek a 18 a már azt mondta, hogy szerintük már a recesszióban vagyunk, ugye hivatalosan, hogyha a két egymás utáni negyedév gdp je mínuszos, akkor az ugye a recesszió, ezt egyébként sikerült nagyon szépen teljesíteni, ez ilyen az első és a második negyedév és 2022-nek, viszont a maradék 79 úgy vélekedik, hogy a következő you, know, you know, 18... Hónapon belül ugye meg fog történni az, hogy ténylegesen recesszióban lesz az Egyesült Államok. És valamit 53% pedig azt mondta, hogy az infláció az, mint probléma fennáll majd a következő két negyed év és, és négy negyed év között egy évben. Tehát, hogy nem lesz az, hogyan gyorsan ezzel lehet ezzel szembe lehet menni és, és gyorsan meg lehet állítani. Aztán persze a média is ezt ö, ugye pusolja, ha így mondhatjuk. Ugye itt van a JP Morgan CEO-ja Jamie Diamond, ugye azt mondta, hogy rosszabb lesz, mint a recesszió, aztán ott van Elon Musk, aki aztán mond mindent igazából. Ő azt mondja, hogy körülbelül a recesszió 18 hónapig fog tartani, és adat ott, ott van a Bank of America, aki szintén azt mondja, hogy ez a recesszióba fog torkolani még ebben az évben. De azért persze mindig a médiát és ezeket az embereket és, és kijelentéseket azért mindig fenntartással kell kezelni, de összességében azért mondhatjuk, hogy nem annyira szuper a hangulat jelen pillanatban, és mindenképpen, hogyha ez lesz benne a jövőben is, hogy, hogy, hogy ebbe az irányba megyünk, akkor ez a recessziós valószínűség fog erősödni. De ami nagyon fontos, hogy nem fog. Ez így menni örökké. Tehát ami lent van, az majd fenned. ami elromlik, az majd megjavul. Tehát, hogy mi és milyen mértékben hozza meg ezt a változást, na, hát ez a jövő kérdése. De, hogy, hogy, hogy a medvepiacot bikapiac váltja, aztán majd a bikapiacot egy újabb medvepiac váltja, az szinte borítékolható. Csak itt ugye a, a, a mélységekről, a magasságokról és az időtartamról beszélünk. De ezért mondom, hogy valaki hosszú távon gondolkozik, annak nem olyan túl bonyolult az egész, mert mindig akkor vásárol a különböző eszközökből, amiben hisz, és úgy gondolja, hogy hosszú távon itt lesz, amikor azoknak lent van az ára, és mindig, amikor megy felfelé, akkor pedig elad belőle. És nem azon gondolkozik, hogy hogyan fogok pár hónap alatt, vagy egy vagy két év alatt iszonyú most lenni, hanem belül egy 5-10 éves időintervallumot, és azon belül gondolkozik, akkor nincs kapkodás. A legtöbb ember otthon hogy türelmetlen, kapkod, pánikol, és hozza sorozatosan a rossz döntéseket. Ez jó rendvezet, vagy olyan ö, kriptókba tesz, nagyon gagyi kis egyszerű kis altokba nyomja a portfólió nagy százalékát. Nem azt mondom, hogy ne kísérletezzünk, ne próbáljuk ki, hogy na, akkor ha ez vagy az, hát ha ebből lesz valami, soha nem lehet tudni, miből lesz a cserebogár. De hát nem tudom én mekkora százalékát a portfólióba egy olyanba beletenni azért, mert kapzsi vagyok, és egy éven belül akarok, én nem tudom én nagyon meggazdagodni. A számoljon azzal, hogy annak az esélye, hogy azt elbukja, nagyon nagy. Szóval ez nagyon fontos, nagyon fontos átgondolni. De azért mondom, hogy a hosszú távon gondolkozik, és van jó stratégiája, azért úgy gondolom, hogy, 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 hogy sikeres lehet. Ö, jó, a következő hír pedig arról fog szólni, hogy az Arken Research készített egy ilyen úgymond jövőbe látást, hogyha 2040-re 17 év múlva a bitcoin elérné a 2 millió dollárt, akkor is szerintük a bitcoin globális energia felhasználása 0,5% alatt maradna, mármint ami ugye a bányászatot illeti. Ugye az egyik fő pont, amivel és érre, amivel a bitcoin támadni szokták, ugye az nem más, mint az, hogy a bitcoin bányászat rengeteg energiát fogyaszt. Ugye van itt azért bőven fejlődés már, hiszen már több mint az 50%-a ennek az energiának már egy újra hasznosított zöld energia, tehát tényleg elindultunk ebbe az irányba, de azért még így is vannak kérdőjérek, főleg a mostani energiának mellett. Na, viszont akkor ö, csináltak ilyen előretekintést, és azt mondták, hogy ha 17 év múlva, 2040-re a bitcoin ára eléri a 2 millió dollárt, akkor szerintük éves szinten 894 terawatt óra energiát fog felhasználni, ami igazából a mostainak a tízszerese. És akkor is, hogyha ezt a számot eléri, akkor is a világ energia felhasználásának egy két millió dolláros bitcoin nagyjából ugye a 0,36 át fogja a világ energia felhasználásának éves szinten ezt igénybe venni. Jelenleg pedig 0,05 ról beszélünk, tehát hogy láthatjátok, hogy azért nem oly nagy a szám. Itt már azt jelenteni, hogy azért nagyon, nagyon nagyra nőtt és nagyon elterjedt és, 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 sokan használják. És ezt nem szabad szóval elfelejteni, hogy emellett még ugye a bitcoinnak az ára, tehát azért nem teljesen úgy függ össze egyenes arányosan a, a Energia felhasználással, mert az ugye azt számít, hogy milyen kereslet kínálat van, és hogy mennyire érték tartó, mennyire jó infláció ellen. Az áramfelhasználás azért elsősorban attól függ, hogy milyen aktívan használják a bitcoin euh, ugye, hálózatot, tehát euh, mennyire működik, mint, 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 pénz, ugye, hogy, hogy pörög. Szóval azért itt több tényezős a dolog, de a lényeg az, hogy nagyjából ezt satszolták, és jelenleg ez most ugye ilyen 88 teravattóra évente, ennek a tízszeresét számolták ki, és ilyen átlagos, nem tudom én, 50 dollár per megavatórával számolunk, akkor azt lehet mondani, hogy a jelenleg a bányászoknak a 50%-a bevételüknek az energiára megy el azzal, hogy egyáltalán működteti tudják a hálózatot, tehát ami a bevételük van, a felét erre költik jelen pillanatban. Na hát azért sok minden fog változni azért a következő 17 év folyamán, de a lényeg az, hogy mégiscsak ö, azért kell kalkulálgatni, számolgatni, és ez most egy, egy, egy irányadó dolog. Lehet, hogy majd ezt majd valaki megcáfolja, pár év múlva egy teljesen más számolítás fog készülni, de a lényeg az, hogy most jelen pillanatban ebben vagyunk, és szerintem ilyen szempontból érdekes ö, hír, mert azért néha annyira nehéz ezt az egészet megfogni, hogy most akkor hogy milyen számokról milyen arányokról beszélünk, fontos, hogy képbe legyünk. És a harmadik hír pedig arról szól, hogy mikor lesz végre az, amikor a bitcoin tényleg az infláció ellen hatékony fegyver lesz, és a Sky Capital ceo -ja szerint ez akkor lesz majd, ha már lesz legalább egy milliárd bitcoin tárca. Szóval, ugye Mindenki arra gyúr, aki a bitcoinban hisz, hogy talán ez lesz az, ami tényleg ö, értéket fog tartani, ez lesz az, ami majd ugye a pénze értékét megtartja, és küzdhet vele az inflációval szemben. De Scaramucci arról ö, beszélt, hogy az ő véleménye az, hogy ez még egy nagyon-nagyon korai szakaszban van, mint a bitcoin, mint a blockchain technológia, ezért még ez egy csomó idő kell, hogy hogy az olyan méreteket tudjon ölteni, és azt mondta, hogy jelenleg körülbelül, mit tudom 200 millió bitcoin ö, tárca van, de hogyha ennek a, ez a szám eléri nagyjából, ezt nem lehet pontosan tudni, hogy eléri mondjuk az egy milliárdot, akkor lesz annyira a köztudatban a kriptovaluta, a bitcoin, és akkor lesz az, hogy olyan sok ember alkalmazza, használja akár mindennapokban, amikor már nem lesz kérdés, hogy euh, ugye használjuk-e ezt inflációval szemben, vagy sem. Mert jelenleg, akik benne vannak a bitcoinban, úgy gondolják, hogy ez egy, ez egy nagyon jó eszköz, de hát egy olyan kis euh, százaléka euh, birtokol a világnak kriptovalutát, hogy ez abszolút nem jelentős. Tehát egy porszem a gépezetben, csak hogy viszonyítási alap. Tehát ott van például a, a BlackRock, euh, ami ugye 8 billió dollárnyi ugye euh, pénzt euh, kezel, a különböző befektetők által. A bitcoin, nem a bitcoin, a jelenleg a kriptópiacnak a piaci kapitalizációja, annak az egy nyolcada. Tehát ugye egy billió dollár fölött vagyunk valamennyivel. Tehát, hogyha ezt megnézzük, akkor láthatjuk, hogy jelen pillanatban ez nem csak mennyire porszem a gépezetben, mennyire korai időszakban vagyunk még. Persze, nagyot mentünk ahhoz képest hogy hol tartott 2009-ben, amikor az egész elindult, de azért csak 13 év telt el. 13 év pedig azért igazából nem túl hosszú idő. <kül> Akármennyire is, ugye felgyorsul az új technológiáknak az adoptációja, azért ez még mindig időigényes, de ami a jó, legalábbis az én olvasatomban, hogy már ebben a korai időszakban, akik most itt vannak, megismerkednek vele, és azért, hogyha van tényleg egy 5-10-15 éves tervet, hogy akkor ez hogyan fog alakulni, akkor, akkor ez még egy nagyon jó belépőpont lehet. Nyilván ez most nem tanács, hanem mindenki úgy serekszik, hogy szeretné, mert nem tudja, hogy hogy alakul, én sem tudom, hogy hogy alakul a jövője, viszont látom, hogy milyen rosszul alakul a többi dolog körülöttem. Értem ez alatt a, az inflációról beszélve, a, ugye a különböző fiatvalutákat, értem ez alatt a, a centralizált rendszerek hatalomgyakorlását gyakorlását, és ugye azt a nyomást, amit a társadalomra gyakorolnak különböző ugye nehéz helyzetben. Tehát a kiszolgáltatottság igencsak magas. Innentől kezdve én nem szeretném ezt a lehetőséget kihagyni. De hogy ez lesz az, ami mentővként fog majd szolgálni a jövőben, vagy nem, hát azt nyilván senki nem tudja. Jelen pillanatban viszont legalább egy lehetőség. Oké, és ne akkor erről, és akkor jöjjön most a kérdezfelelek robot. És ha kérdezni szeretnél, tudjátok, mindig az aktuális videó alá írjatok, ne a régiek alá, most is a tegnapi alól szemezgetek. Még mielőtt neki mentem ennek a videónak, hogy összegyűjtsem az adatokat, gyorsan ott is megválaszoltam több mindent, és akkor egy pár jöjjön is a Videóban Szia Attila régebben említettél egy könyvet, ami nem feltétlenül kriptos volt, hanem kereskedés alapjaival kapcsolatos talán, és egyszer ajánlottad. Mi volt a könyv címe, ugye nem talán a videót előre, és köszi. Közben szerintem már biztos hogy erre gondoltál, itt én nem voltam biztos, amikor a választ írtam, de szerintem André Kosztolánynak a Befektetés művészete című könyvre gondoltál, amit még, ha egy görögországi videó volt, ugye még júliusban, amit csináltam, ott olvastam kint én is azt a könyvet. Akkor, akkor, biztos, hogy az. De szerintem erre gondoltál. Egyébként ez tényleg jó könyv, és minden könyv André Kosztolánytól, akit érdekel a kereskedés, érdekel a tőzsde, mert minden, amilyen ilyen alap, az megy át a kriptóra is. Tényleg a kriptó egy felpörgetett tőzsde, úgymond. Aztán, hi Ati, a Kadena Coin felfuthat-e? Lehet jegyezni bányászati jogot és passzív formátumban coin gyűjteni de lehet -e venni is. Te mit tennél? Választodat előre is köszönöm. Hát azért így kriptolótákról nem szoktam, ugye az én csatornában nem szokott ilyen lenni, hogy vedd ezt, ez bejön, nem jön. Nem, ilyet azért nem játszunk. De a lényeg az, hogy nyilván, ez is mint a többi 90 valányos százalék, hogy gyönyörű mínuszban van jelen pillanatban. És tényleg az egyik kedvenc dolog, amit most, pláne így az Ethereum bányászat nem úgy fog majd muzsikálni a Proof of State megérkezésével, mint ahogy az eddig volt, ezért sokan választják ilyen szempontból a, a kadénát. És igen, tényleg van ez a úgymond bányászati jog, de egyébként azzal tisztában kell hogy most már nagyon csöndes home minerek is vannak. Tehát olyan bányigép, amit otthonról tudsz működtetni, konkrétan kadénára kitalálva, talán a belépő kategória nagyjából 500 forintba kerül, és azt nem szabad elfelejteni, hogy most ugye minden gépnek a, az ára is lent van. Tehát vannak emberek, akik ö, most bányagépet vesznek, kriptobányagépet, és közben koinokat termelnek vele, és amikor majd felmegy a piac, akkor lehet, hogy azokat a koinoknak az ára is föl, hogy akár a kadénának, és azt akkor ugye kiveszi a profitot, valamint lehet, hogy a gépet is értékesíti, és többszörös áron lehet, hogy kétszer annyiért fogja eladni, mint most, használtan akkor. Mert egyébként nagyjából az a statisztika, hogy amikor nagyon dübörög a piac, akkor az új bányagép árához képest talán 10%-kal, ha olcsóbb egy használt bányagép, mert ugye általában nem lehet ezeket kapni. Most azért egy ilyen két-három hét alatt leszállítják őket. Mindenkit óvaintek, amikor itt ilyen bérbányászat, meg nem tudom, mik vannak, mert ott mindig valami susmus van a háttérben, tehát hogy sokkal többet lehúznak rólad általában, mint azt a saját magad. Tehát mondom, egy kadén alapképet, ami otthonról tud bányászni, azt már félmillióval indíthatod, és valahol meg uh, simán majdnem több százer forintot elkérnek azért, hogy, hogy, hogy akár külföldön is, hogy, hogy te oda be tudjál csatlakozni, és még lehet, hogy a kadénádat is uh, ugye lecsapolják, tehát sokkal jobban jársz, de mindenkinek járjon uh, utána saját maga uh, de hogy most a kadéna hogy fog visszajönni, mi lesz vele, nyilván van egy csomó jó dolog mögötte, uh, amit érdemes mondjuk nézni, de még mindig egy, egy, kicsi, kicsi dologról beszélünk, ami 90 valahány százalékos mínuszban van. Tehát kockázat ebbe ugyanúgy van bőven. Én itt a YouTube csatornán senkit nem befolyásolnék egyik kriptó irányába se, hogy sokan mondják, sok külföldi is van az, hogy most akkor ez a tuti, az a tuti, megmondják a tutit, akkor bukik, akkor bocs, akkor az úgy volt, a... nem, ilyet nem játszunk. Az a lényeg, hogy azért kell tanulni, hogy mindenki szépen maga el tudja ezeket ö, dönteni, hogy mibe és milyen mértékbe tesz. Ezzel szerintem nem, nem szabad szóval játszani, hogy befolyásolni másokat úgy, hogy senki nem tudja, hogy annak a dotók ennek olyanak, mi lesz a jövője. De azért vegyétek, nagyon jó lesz. Oké, okay. én örülök, hogy ha hamar megégett az NFT, én csak 0,3 ETH-et buktam bele, de így utólag visszagondolva én voltam a hülye, aki vett három darab digitális képet ennyiért, mindig van mit tanulni. Ugye ez a hír tegnap az volt, hogy itt a likvidálódnak a Bordéb NFT-k, hát most nem az összes, természetesen a bordéb Yacht Club NFT, a majmok, hanem ugye arról van szó, hogy le lehetett tenni letétként, és cserébe ítélimot lehetett fölvenni, de hát, hogy nem úgy, ahogy most a piac helyzet esik, annak az ára is ugye már nem, nem ér annyit, és akkor egy pár veszélybe került. De azért nagyon fontos azt tisztázni, hogy azért itt az NFT-t, mint olyat, azt ne keverjük össze azt, hogy most az NFT az egy majmos kép, mert az, a, a, az majmos kép az, az NFT-nek az egyik felhasználási módja, és én úgy gondolom, hogy az NFT-ben nagyon sok lehetőség van a jövőben, aki utána járt ennek a technológiának, és megértette, hogy ez nem egy épeg, hanem hogy ez hogyan lehet alkalmazni a digitális tulajdonjog bizonyítására, amire eddig nem volt precedens, az rájött arra, hogy így, meg úgy, meg amúgy még milyen lehetősége vannak az NFT-nek, de minden új dolog, minden új technológia, volt egy hype, éppen most ezeket adták el vele, és akkor az felfutott, és ezek mindig a kísérlet időszakba ki szoktak és egy idővel, majd tényleg az idő mutatja meg, hogy mely, lesz, mely terület lesz az, ahol az NFT-ket igencsak jól lehet majd használni, és hogy minek lesz tényleg majd értéke a jövőben. De ez a tanulás része is Szerintem nincs ez a semmi gond. Én nekem saját magamnak is, én is vettem NFT-ket, mert hogyha föl akarom térképezni ezt a piacot, meg akarom ismerni, akkor egy része volt ez. Hogyan működik, hogyan vásárolom, utána néztem a különböző Discord szervereket, euh, mik vannak, milyen ugye whitelistekre lehet fölkerülni, így ugyanúgy és nyilván tök mindegy, hogy tokeneket, coinokat vettél, NFT-t vettél, bármi volt a portfóliódban, múlt év novemberben, az most kevesebbet ér. És majd a következő Bika meglátjuk, hogy ezeknek az NFT-knek mely része lesz az, a többség a, a lesz, de mely része lesz az, ami újra életre kell, és mi lesz az új felhasználási területe az NFT-knek, hol fognak a következő időszakban kibontakozni. Az NFT-t önmagában, mint technológiát, a non-fundational token-t én még nem temetném, de ez az én véleményem. Szia Attila, a kínai helyzet az itteni ingatlan árakat leviheti a közeljövőben? Ugye tegnap volt arról szó, a tegnap videót, aki látta, az akkor tudja, hogy, 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 hogy ugye a demoklészkardja kardja Kínában, ugye ott részletesen kifejtettem a mit mértjét. Nyilván, hogyha ez az egész világra kihat, akkor természetesen mi is a részei vagyunk. Tehát akkor, ha ez bekövetkezik, akkor, akkor akár Magyarországra is. De még egyet nem szabad elfelejteni, hogy az inflációt. Tehát lehet, hogy az ingatlannak nem megy az ára forintban, ugye, ahogy nézzük, vagy akár teljesen, hogy dollárban is, mert az is inflálódik, de attól még kevesebbet ér. Tehát azt vehetjük, ugye, az ingatlan ár, úgymond, esésnek, csak nem az árban látod a csökkenést, hanem az értékében. Tehát, hogyha mondjuk inflálóció van, és csak simán nem emelkedik az ingatlanoknak az ára, akkor az önmagában egy árcsökkenést jelent hiszen a pénzed ugye mindenképpen kevesebbet, kevesebbet ér. De hogy, hogy, én nem hiszek abban annyira, hogy Magyarországon akkora óriási esés lehet, de, de nyilván egy ideig óráig megy az, hogy kereslet kínálat, és amikor már eladhatatanná válik, mert annyira föl, és az emberek annyira nem keresnek, hogy azt meg tudják venni, akkor, 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 bizony meg kell torpanni, a fordulnia kell, de hogy a mértékét, tehát nyilván nem bőkingatlan szakértő, de, de összességében úgy látom, hogy, hogy mondom maga az, hogy, 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 inflálódnak a dolgok, az is, az is szerepet játszik. Tehát hogy csak maga az, hogyha nem drágul, már az is, az már akkor is veszít az értékéből. Na jó, ennyit akkor erről. Ne felejtsétek el, hogy ha tetszik ez a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, aztán szépen megköszönöm, valamint aki szeretné minden hétköznap megkapni a friss kriptoblokklánc infokat, szeretne napra kész lenni, ugye számos csatornán most már tényleg ott vagyok, mindegy, hogy ez most éppen a YouTube, vagy éppen a Facebook, vagy éppen a TikTok, vagy az Insta, Instagram, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy az információ el tud jutni hozzátok, hogy szeretnétek és tudtok a lehetőségére élni, tehát az infok adottak a különböző platformokon, akit az érdekel, be tudja gyűjteni, aki ezt tőlem szeretné fogyasztani. Nos, köszönöm szépen a figyelmet, holnap találkozunk. Sziasztok!